Fehér borok színes kultúra, idén is ez a Tokaji bornapok szlogánja, a június 7-e és 10-e közötti programokról az egyik szervező Erdős József mond el nekünk mindent, rengeteg mindennel érkezett, többek között bort is hozott, úgyhogy azt is mondtam viccesen, hogy szeretjük azokat, akik borral érkeznek és üresen távoznak. Kedves Józsi, milyen bort hoztál? Rögtön a lényegre térnék. Nyilván Tokajban mi más hozhatnánk, mint fehér bort, ez egy tokai fúr, mint ez egy száraz bor. Ez a Tokajváros bora, ennek egy üzenetértéke van méghozzá az, hogy a 7-e és 10-e, tehát jövő hét hétvégén, a pünkösdi hétvégén megrendezendő tokai bornapok, most már olyan 10, de inkább 15 éve a polgármesterek borának a átadási ceremóniájával kezdődik. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy Tokaj hegyalján 27 település van. Ennek a 27 településnek a polgármestere, képviselője, tehát valamilyen szintű vezetője, jelképesen a tokai születőnapokon, ez mindig október első hétvégéje, összead szöllőt és asszút. Majd ebből a szőlőből és asszúból nyárra elkészül a polgármesterek bora. Ez egy bor különlegesség, ez kereskedelmi forgalomba nem kerül, ez kizárólag reprezentációs célokat szolgál, és hát nyilván a település vezetők ezzel próbálnak kedveskedni, ezt próbálják ajándékba adni, és ennek már mondom több mint 10 éves hagyománya van, ez egy nagyon jól bevált dolog, ez jól működik, úgyhogy ezt a hagyományt természetesen megtartottuk. Abból milyen azért lesz nem az idei, illetve hát a tavalyi végül is az eléggé napsütéses nyár volt. A tavalyi termés nagyon-nagyon jó volt, arra nincs panasz. Ugye az idejéről még elég korai nyilatkozni, azért ez a sok májusi eső nem feltétlenül tesz jót a szöllőnek sem. A tavalyi az egy nagyon jó bor volt, és annyira népszerű volt, hogy például nálunk Tokajban a mi általunk kapott készletből már nincs is. De nem tiltátok nem, meg. Nem, olyan hoztottuk. Amit pedig hoztam, az pedig a városbora. Ez is egyfajta különlegesség, viszont ez csak helyben termett. Na hát én a múlt hét végén a Bringa pikniken jártam Tokajba, szédítő idő volt, egy gyönyörű volt maga a Tokaj város, a főtér tele volt minden emberekkel, úgyhogy ez már úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó jel, valószínűleg most is minden 4 napon zsúfolásig telve lesznek az utcák és a különböző szórakozó helyek vagy helyszínek. Tehát hoztál ide rengeteg plakátot, meg szóróanyagot, és mondod, hogy puskázni fogsz belőle, ami szerintem totálisan megengedhető, lévén, hogy 4 nap és több színpad. 4 nap és 3 színpad. Ez a rendezvény, ez egészen tavaly előttig egy pár ezer fős látogatottságú kis egyszínpados fesztivál volt, és egyszer csak elkezdett nőni. Uh-huh. Nyilván nagyon sokan dolgoztunk ezen, az elődeink is nagyon sokat tettek ezért, viszont az utóbbi 2-3 évben egy körülbelül 10-12 ezer ember tett látogatást a 3 nap alatt. Ugye most 4 napos lesz, hiszen a pünkösdi hétvégén úgy készültünk, hogy még hétfőre is kínáljunk programot. Valójában a 3 színpad az azt jelenti, hogy szombaton és vasárnap üzemel 3 színpad, amikor a legtöbb vendéget várjuk. Hétfőn és az azt megelőző pénteken pedig 2 színpaddal, egy nagy színpaddal, egy fesztivál színpaddal és egy borterasszal működünk, és tényleg próbáltunk nagyon-nagyon vegyesen összeállítani a fellépőket. Cél volt az, hogy mindenki, aki Tokajba érkezik, vagy helyi, az találja magának olyan koncertet, olyan fellépőt, aki neki tetszik. Szédítő fotókat is látunk itt, és azt el is felejtettem kérdezni, hogy milyenek voltak az előzőek, de hát ugye már mondtad, és látszik minden képről, hogy csodálatosan elkapott pillanatok, jó hangulat, jó idő, és nyilvánvalóan jó borok, amelyek azért elengedhetetlen kellékei a szórakozásnak. Hol lesznek pontosan a színpadok? A színpadok azok a tokai főtér, a tokai Kossuth tér környékén vannak. Ez ilyenkor egy fesztivál utcával alakul, van kézműves vásár, van gasztró rész, és természetesen a borok sem maradhatnak ki. Több mint 10 borászat települ ilyenkor ki, kínálják a legjobb boraikat, és hát a bor mellett egyre nagyobb hagyománya van nálunk is a pálinkának, tehát azt is lehet majd kóstolni. A programok sorát pedig hát tényleg nehéz felsorolni, hiszen olyan sokan vannak, és annyi alternatív kísérő program van, amit feltétlenül mi sem látunk, hát tényleg nagyon-nagyon sok egyéb programot szerveztünk köré. Az idei rendezvény lesz az első, ahol már nemzetközi sztárvendéget is köszönhetünk. Ez a tokai bornapokon eddig nem volt, mindig magyar fellépünk voltak, most az első külföldi fellépünk, az Mr. President lesz, ez vasárnap este. Hát reméljük, hogy tényleg vasárnap mindenki ott hiszen hétfőn mindenki majd dolgozni. Ja igen, hát
persze, akkor nyugodtan alhatunk, de hát ugye hétfőn is folytatódik. Úgy kell ezt elképzelni, hogy jönnek, mennek az emberek, kis boros pohárral iszogatnak, eszegetnek, megállnak a színpad előtt, aztán leülnek, megvacsoráznak, tehát abszolút bármire van lehetőség. Szerintem talán voltál, hiszen nagyon képben vagy. Igen, tehát külön ezekre a rendezvényekre minden évben egy új poharat is készítettünk azért, hogy egyrészt ugye a tokai bort műanyag pohárból inni, hát ez bűn. Emiatt külön üvegpoharakat gyártatunk, ezeket megvásárolhatják a vendégek, és el is vihetik magukkal ajándékba, hiszen minden évre sajátos motivumot készítünk, és ez egyfajta emlék is lehet azoknak, akik a fesztiválra látogatnak, hogy ekkor is voltunk, ebben az évben is voltunk. Mikor készült az első pohár? Az első pohár az 2002 környékén. Hát akkor már gyakorlatilag egy polcot megtölt az, aki tényleg elkötelezett híve a tokai bornapoknak. Hát én arra tudok buzdítani mindenkit. Te személyesen egyébként melyik koncertre vagy nagyon kíváncsi? Nyilván Mr. President. Őt már láttam. Igazából a hétvége sorából több mindenki is érdekel. Én a Follow the Flow-t, ugye nem túl régi zenekarról beszélünk, még élőben nem láttam. Ők zárják majd a fesztivált hétfőn este. Kíváncsi vagyok arra, hogy egy zárás, egy záró koncert milyen lesz. Nagyon nagy showval készülnek a srácok. Pont a napokban kaptuk meg a módosított technikai riderét a zenekarnak, hogy külön LED-falat hoznak a show miatt. Nos, hát remélem, hogy tényleg az időjárás is kegyeibe fogad titeket, és nagyon sokan lesztek, és most már ez a tokai bornapok egy kicsit figyelmeztetés is az időjárás felé, hogy most már legyen tényleg igazi nyár. Árad úgy gondolom a Tisza is, tehát ott azért egy picit óvatosan, legalábbis aki boros pohárra... Van, ott nincs víz. A boros pohárra a kezébe azért senki ne próbáljon most fejest ugrani a Tiszába, arra szerintem még lesz lehetőség a nyár további részében megmártózni, ott is ugye nagyon nagyszerű strand van. Köszönjük szépen, és...